A farsangról mindenkinek különböző mulatságok, beöltözős, kosztümös események jutnak az eszébe. Sajnos ezek megtartására nem volt lehetőség ebben az időszakban, az önkormányzat mégis arra törekedett, hogy kihozza a legtöbbet ebből a helyzetből. Ezért online farsangi jelmezversenyt hirdettek a vodások és alsós tagozatos iskolások számára. 5 kategóriában lehetett nevezni a gyermekeknek. A legviccesebb, legkreatívabb, legszebb, legszínesebb és a legaranyosabb jelmezeket várták. Ezen kívül mindkét korcsoportba közönségszavazat alapján is lehetett nyerni, illetve a zsűri 2-2 külön díjat is kiosztott. Ott már Attila híradónknak elmondta, olyan embereket kért fel a zsűribe, akik jól értenek a jelmezekhez, vagy gyermekekkel foglalkoznak. Én 3 olyan embert kértem fel zsűrizni, akik vagy a gyerekekhez, vagy ehhez a témához kapcsolódnak. Így aztán a zsűribe meghívtam Fehér Baros Anikót, aki itt a városban több színtársulatnak is a jelmeztervezője, jelmezkivitelezője. Így ő aztán ugye a jelmezek és a ruhák tekintetében érintett ebben a kérdésben. Szerettem volna, hogyha egy óvónő és egy tanítónő is részt vesz a zsűrizésben, így aztán Vindis Bára esett, mint óvónő a választásom, és Bozárné Gyumicsi Juliannára, mint tanítónő. Vindis Bea óvónőként dolgozik. Tőle azt kérdeztük, milyen szempontok alapján döntött a zsűri. Megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon nehéz volt a döntés, mert annyira zseniális és egyedi, és tényleg kreatív jelmezek voltak mind a két kategóriában, hogy hát hosszasan kellett dönteni, hogy kiket válasszunk. Úgyhogy én itt is szívből gratulálok minden szülőnek, vagy gyereknek, vagy részvevőnek, akik ezt létrehozták, mert tényleg fantasztikus jelmezek születtek. A jelentkezők létszáma felülmúlta a várakozást. Az óvodások közül 41, míg az alsó tagozatos korcsoportból 25 jelmez érkezett be. Bár nyilvános eredményhirdetés nem volt, ennek ellenére a gyermekek a Bácskai Kultúrpalotában átvehetik a díjakat. A helyezettek ajándékcsomagot, oklevelet, míg a többi résztvevő emléklapot, illetve csokoládét kap.